Paradi sószorosban vagyunk. 2020-ban sikerült teljes tanösvény felújítani, és 2021-ben át is adódott a turisták számára. A mai nap pedig kiegészült ez a tanösvény a mondák legendáknak az ösvényével és pihenőhelyekkel. Én úgy gondolom és úgy vélem, hogy ez egy lényeges lépés, hiszen a meglévő tanösvény mellett lehetőséget ad a családok számára is, akik ide látogatnak a szabadba, hiszen kell tudni azt, hogy a Paradi sóbánya mellett lényegesen látogatott hely a Paradi sószoros, és a legendák által pedig megismerhetik az ide látogatók, a családok és természetesen a gyerekek is, hiszen számukra is fontos, hogyha kimennek a természetben, valami új érdekességet vegyenek észre, és azt gondolom, hogy a legendák ilyen pontok lehetnek, amely által megismerhetik Parajdot, Sóvidéket és a régiónkat. Tehát egy lényeges pontja, én azt gondolom, és egy lényeges lépés, hogy ez a tanösvény kiegészült a legendák tanösvényével és pihenőhelyekkel. Fontos az is, hiszen a turistáknak azért ezt a másfél kilométert, vagy akár annál többet is, amit megtesznek, azt azért néha-néha meg kell pihenni. Tehát egy fontos lépés is, köszönet Hargita megye tanácsának, és azon belül az igazgatóságnak, hogy Parajdot választották, és sikerült ezt kivitelezni. Nagyon fontos az, hogy itt a Sóvidéken, ahol turisztikai desztinációként nagyon sokan jönnek ide, évről évre érződjék a fejlődés, az új látványoknak a lehetősége sora, mert ezáltal visszatérő vendégekre számíthat ez a térség, illetve akik ide látogatnak, azok viszik a jó hírnevét a Sóvidéknek. A Sóvidéki összefogás nagyon jelentős, és ennek keretében több jó projekt tudott elindulni, elkezdődni az elmúlt időszakban. Többek között itt a sószorosnak a képítése is, és jó volt hallani, hogy már 12 ezeren jönnek legalább évente ide, erre a mögöttem lévő szorosban a tanösvényre látogató zónában, és hát most ebben az évben ide sikerült kihelyezzük Betlen Gábor alapnak a támogatásával a Sóvidék legendáit, magyarul és románul, ami azt jelenti, hogy lehetőséget ad azoknak a román nemzetiségűeknek is kicsit Székelyföldet megismerni, akik ide látogatnak, illetve a magyarországi vagy bárhonnan máshonnan érkezők számára a legendáik elmélyülést jelenthetnek az életformánkban és egyáltalán a múltunk tekintetében. Ezt az együttműködést szeretnénk folytatni, következik a Rapsonné vára jövőben, bízom benne, azt is hasonló módon látogathatóvá tenni, és hogyha az emberek nem csak a bányában, nem csak a fürdőre jöhetnek el, hanem látogathatják védett formában, jól kiépítve a természeti, történelmi látványosságainkat, akkor azt jelenti, hogy Sóvidék a turisztikai mezőnyben egy erős kínálat lesz, és ennek az erős kínálatnak pedig az évre való megtartásában ott kell legyen a megyei tanács, illetve a megyei tanács specializált egyesülete, a Hargita Hegység Ádi Egyesület, és jó az együttműködésünk a polgármesteri hivatal, illetve a kistérséggel, illetve a sóvidéki turisztikai szolgáltatókkal, úgyhogy jó kalákás módszerben építjük, fejlesszük ezt a térséget. Jelen pillanatban a Sóvidéken vagyunk, a sószorosban. A mai nap adtuk át a Sóvidéki Legenda Kutya Tanösvény eszközeit. Ezen a részen itt hátrafele fel lesznek szerelve ezek a táblák, amelyek tényleg a legendába gazdag Sóvidék történetét mesélik el. A Hargita Egység Közösségi Fejlesztési Társulás valósította meg ezt az elképzelést, ugyanis pályáztunk a Betlen Gábor alapba, amelyből megnyertük azt az összeget, amelyikben itt látható padokat és táblákat el tudtuk készíteni. És miért esett ide ugye a választás a sószorosba? Nyilván 12 ezer turista fordul meg évente itt, tehát a szám is mutassa azt, hogy a hely látogatott, és egy ilyen tanösvénynek úgy a román, mint a magyar olykulturista nagy hasznát tudják venni. Ez szervesen hozzá csatlakozik mostantól a Parajdra látogató programjaihoz. Nagyon közel van ide a wellness, közel van a bánya, tehát egy délutáni séta alkalmával bármikor le tudják járni, meg tudják nézni ezeket a tanösvényeket. Ugye tanösvényekről beszélünk, mert két tanösvény is van. Az egyik a régi sószoros tanösvény, ahol elmesélik a hely nevezetességeit, növény állatvilágot, és a másik most épül a legenda kutya tanösvény.